Virágcsokor, szép ruha és frizura. A külsőségek épp úgy fontosak egy ballagáson, mint az a szeretet, odafigyelés és gondoskodás, amit a gyerekek kaptak az elmúlt 8 esztendőben a szlovák nemzetiségi általános iskolában. Kis létszámú osztály lett az évek során a búcsúzó évfolyamból, de annál jobban összetartottak, így nehéz szívvel váltak el. Én elméleg legalacsonyabb létszámú osztályunkról beszélünk, hiszen 10 tanuló végezte nálunk az általános iskolai tanulmányaikat, de ugyanakkor mondtam el nekik is, hogy váltja őket egy nagyon szép létszámú 26 fős első osztály, úgyhogy bízom benne, hogy szép példát mutattak a maguk után maradó osztálytársaiknak, évfolyamoknak, és bízom benne, hogy a középiskolai útjukon helytállnak, mert ez a legfontosabb számunkra, hogyha pozitív visszajelzések érkeznek majd az ő középiskolai tanulmányaikról. A búcsúztatón elhangzott, bizony az utolsó néhány hónap nem volt könnyű a nyolcadikos diákoknak sem, hiszen a karantén idején csak online tartották a kapcsolatot a tanárokkal, volt is ijedelem az elején. Interneten tanultunk, és úgy adták fel a feladatokat. Volt olyan félelmetek, hogy esetleg valami olyan kimarad, ami esetleg majd a középiskolába fontos lesz, vagy azért egy pár hét után kiderült, hogy majdnem olyan, mint órán? Hát kiderült, igen, hogy így is lehet úgy tartani, mint az órákon. Az osztályfőnök szíve szerint nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is adott volna jutalomkönyvet és oklevelet, hiszen a diákok eredményében az ő munkájuk is benne van. Leülhettek, megkereshették az interneten, tehát nem olyan volt, hogy most itt az órán, ha tudod, tudod, ha nem tudod, nem tudod, volt rá idő, egy egész nap is akár. Tehát mindenképp, és a szülőknek a segítségét szeretném kihangsúlyozni, mert tényleg némelyik szülő szorgalmasabb volt 100 diáknál is. A szlovák iskolában már elindult a nyári napközistábor, így csak a tanévért véget, a karantén szabályok enyhülésével egy kis időt még együtt tölthetnek a nyolcadikos gyerekek is.